dolgot szeretnék elmondani, mielőtt elkezdjük a videót. Az egyik az, hogy a videó nem az én tulajdonom, hanem az Element Animationé. A másik az, hogy elnézést kérek, nem biztos, hogy mindegyik mondatot jól fordítottam le, de remélem attól még élvezhető lesz a videó. Jó szórakozást! Falusi hírek, az óriási probléma. Friss hírünk! Egy óriás állatok nőttek a falu mellett, 9-es számú falusi ott van a helyszínen. Közlöm 4-es számú falusi, ezt csodálják meg, kedves nézők! Osztó! Az tényleg az óriás nő van, csak én látok rosszul. Az szerintem egy óriás nő. Nem, biztos, hogy nem. Nézd! Szegény falusi. Remélem a nyúl nem fog jönni a falu felé. Te jóságos ég! Az az óriás nyúl vagy. Biztos éhes! Gyerünk! Hé! Mi ez a nagy ételkupac? Miért van itt? A nyúl szerintem éhes, és ezért támadja meg a falut. Ne aggódj, de szerintem egy tökre hülye gondolat, hogy a nyúl éhes, és ezért megtámadja a falut. Hát a nyúl nem lehet húsevő. Miért? Neked van jobb ötleted? Nincs, de szerintem. No, várjál, menekülök. Hé, te óriás nyúl! Nézd, szagolt! Érzed ezt a nagyon finom illatot? Ez a hatalmas ételkupac a tiéd! Edd meg nyugodtan! Miért kiabálsz? A falu másik végén vagyunk! Hé, láttátok meg, kalkár volt a falu másik végén? Nem akarom elképzelni! Hé, minden rendben! Igen, minden rendben! Valaki hívta a túlzoltókat? Igen, én voltam, de ő sebesült. Mi vagy? Polgármester úr, mit csináljunk? Csináljunk valamit, polgármester úr! Kérlek, segítsen valaki rajtunk! Most én nem tudok csinálni semmit! Segítsen, polgármester úr! Ameddig önök pánikolnak, megmutatjuk!
globális felmelegedés. Na, valahogy ilyen? Na, biztos, hogy nem. Nyugodjatok meg! Felvéreltem 13 és 14-es számú falusit. Ők megtalálják a problémára a megoldást. Az első gyanúsítottunk 33-as számú falusi. Mi az a hely? Te akarod elpusztítani a falut? Nem, nem én! Válaszolj rendesen! Te akarod? Nem, esküszöm, nem én! Hát jó, nem akartam ezt folyamodni, de nincs más választásom. Mi? Ne! Mit akarsz? Na most megnézzük, hogy igazat mondasz-e! Ne! Kélek! 13-as számú falusi, kélek! Ne! Ne! Léci! Rédje már el nekem ez a paraszt, hogy nem én vagyok! Hát Istenem már! Na jó! Tényleg nem te voltál! De akkor ki? De akkor ki 13-as számú falusi? Nem tudom 14-es számú falusi! De mi legyen a professzorral? Amúgy is kell valami dráma ebben a filmben! Mondj csak egy temet is! Micsoda? Na ezzel megvannánk. Nyugodon nézők, még élek. Eközben 9-es számú falusi itt a helyszínen. De addig is nézzük meg az egyik falusit. Hé, te óriás bárány! Ide néz! Ide néz, te óriás bárány! Érzem a bűnillatát. De minek haksz le ajtókat? Hát azért, hogy legyen valami akció. Mi? Mi az? Mit találtál valami 13-as számú falusi? Gyere utánam 14-as számú falusi. Lehetséges, hogy megtaláltuk a problémára a megoldást. Hello, itt 9-es számú falusi. A falusi hírektől. Egyelőre megszületett a béka a falunál. Képzeljék el, mindenki pánikolt, vissza fog térni az óriásnak, a papok meg mind mondanak? Ne aggódjatok, híveim, nem lesz semmi baj. A 13 és 14-es számú falusi meg fogja találni a problémára a megoldást. Mindenki be van pánikolva, legyenek kicsik az állatok, gyerünk, csináljunk valakit. Terrafikált ember visszament pedig Gotham City-be. Hiányzik a falu. De nyugodtan visszamehetsz, itt egy taxi. Ó, tényleg? Ó, köszönöm szépen. Kicsit felforrósodott a helyzet. Egyelőre megszületett a béke a falusiaknál. De sokan azt teóriázzák, hogy a nyúl még vissza fog térni. Hello? Hát ez meg mi? Lila színű víz. Vajon mi történik a lábammal, hogyha beleteszem? Atya Isten! Segítség! A faszba! Biztos van itt valaki, aki meg akarja, el akarja pusztítani a falu. Na? Valami? Hé? Hé? Te átkozod! Egy pillanat! Gondolod, hogy be fog téged engedni? Mit akarsz a faluval? Hogy jöttek be csak az állatok? Jó, kérlek, ne bács, meg igen, elmondom, csak hadd meséljem el. Éppen a reggelimet, ami egy dénye volt, kicsit nagyobbá akartam változtatni. Készítettem ezért egy varázssel, ami bevág. Ezt ki akartam próbálni az egyik falusi. El is indultam a faluba, csak hogy éppen megbotlottam, és a varázsital beleesett a vízbe, és a varázsőr már a vízben van. Ennyi lenne a történet. Ó, akkor probléma majdnem megoldva. Rájöttünk a problémára. A folyóban van egy dugó, amit ha csak kiúszunk, akkor az egész víz lemegy, amiben a varázserő van. Éjjel, gyerünk, terrafikált ember, gyerünk. Nem. Különösen számú falusi lesz a hős. Oké. Kicsit lassan fogsz megnőni, mi a kellettől. Gyerünk, 9-es számú falusi! Hajrá, 9-es számú falusi! Gyerünk, 9-es számú falusi, bízunk benned!
Lucy, ilyen hurrá, hát ez meg mi? Hát, hát ez mi? Figyelmeztetés, fogjátok be a fületeket, vagy vegyétek kicsit lejjebb a hangerőt. Na jó, én mentem hozzá Fortnite-ozni, viszontlátásra. Na, falusi hírek. Nos, ennyi készült még. Az Element Animation még nem készített folytatás. Nos, ha jön a folytatás, akkor már is le fogom fordítani. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, ha tetszett, lájkoljátok, iratkozzatok fel, és nyomjátok meg a csengőt, hogyha ti akartok lenni az elsők, akik kapnak értesítést, hogy jött új videó. Én RPS Bálint voltam, addig is, sziasztok!